Szép napot kívánok mindenkinek! Nagy szeretettel köszöntöm az itt egybegyűlt időseket, ifjakat, meghívottakat, tisztelt vendégeinket. Meleg szeretettel köszöntünk mindenkit a mai ünnepségen. Márai Sándor szavaival nyitanám meg ez ünnepséget. Az élet gazdagabb lesz ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel, az emberivel, a jó indulatúval és az udvariassal, tehát az ünnepivel. Kezdem, kedves ezüsthajú, aranyszívű vendégek! Két nemestéből kellene üdvözni e mai nap, de nem mindennapi ünnepi jelvényt. Aranyhoz hasonlítom a szerető szívüket, mert az arany fénye nem halványult meg a sok gondtól, megpróbáltatásoktól. Életüket hol boldogan, hol fáradtan élik meg. Valahogy az évek gyors járásúak lettek, szinte suhannak egymás után. Az arany mellett ezüst fény is csillan a mai nap. Ezüst hajukban sok-sok tél ott felejtett a fehérségét. Amint a természetben is van tavasz, nyár, ősz és tél, az ember életében is ez a folyamat megy végbe. Az időskor az életnek a rendje, az életéválás korszaka. Életbölcsességgel, gazdag tapasztalatokkal tele. Kérjük mi a jó Istent, adjon még sok-sok lágy simogató tavaszt önöknek. Köszönjük a példamutatást, köszönjük az emberi értékeket, amelyeket belénk csöpögtettek apránként. Szívből kívánjuk, ragyogja be a életüket a két nemes fény, fél az arany és az ezüstnek a fényért. Kérem, fogadják következő összeállításainkat olyan szeretettel, mint ahogy ennek bemutatására mi is készültünk. Meghívottjaink György Sándor polgármester, Szabadi Kinga, Lőrinc József és kedves felesége Ilona, Bakó Tihamér Palló, Imre szakközépiskolai zenész, és utolsóunk újságíró és kedves vendégek. Köszönöm. Yes.
Lázár egy veréb a bokóra megkérdi az apu, hogy az mi. Ez a fiatalabb egy veréb. Megint kérdi, az mi? A fiatal, már mondtam apa, egy veréb. Az mi? Egy erő, egy verébaba, egy veréb, és aztán levetőzi veréb. Az mi abba? Miért csinálod ezt veled? Már többször mondtam, egy veréb, nem érted? Az idős egy könyvet hoz magával, pontosabban egy naplót, és kinyissa egy oldalra, megkérje a fiatal orvosát. Hangosan orvosát. Ma a legkisebb fiammal, aki néhány napja lett 3 éves, ültünk a parkban, amikor egy veréb szállt elénk. A fiam 21-szer kérdezte meg, hogy az mi. És én 21-szer válaszoltam, hogy az egy veréb. Minden alkalommal megöleltem, amikor újra feltette ugyanezt a kérdést. Újra és újra. Anélkül, hogy az őrületbe kergetett volna, éreztek a szeretetet az én kisfiammal. Szóval ennyi lett volna a videó, egy kis tanulságos videó, amely fiatalokat minket arra tanít, hogyan legyünk, vagy hogyan tanuljuk meg azt az öregektől, azt a bölcsességet, amit ők át kéne és átadnak nekünk. Ebben a rohanó világban ugyan nagyon nehéz, és körülbelül ez történik napjainkban, hogy ingerültek vagyunk, nincsen időnk semmire, futunk, szaladunk. Nem érünk rá családtagjainkkal beszélgetni, szinte nem érünk rá semmire. Csak annyit látunk a napból, reggel, a este, a héttől, hogy hétfő van meg péntek, a hónapból annyit, hogy 1. és 30-a vagy 31-e. És itt ennek az évek észesen veszük, hogy gyerekek felnőnek, apáink, nagyapáink eltávoznak közülünk, és mikor megállunk egy percre magunk csendességébe, akkor veszük észre, hogy nem is beszélgetünk. Nem is tudunk semmit, sem apánkról, sem nagyapánkról, nagyanyáinkról. És mikor ez igazából kérdés a számunkra, akkor majd megállunk itt és elgondolkodunk azon, sokszor már túl késő. A mai nap azért mondtam, hogy ünnep,
beszélhetünk egymással, és mikor jöttem errefele, akkor hallom a román rádióval, hogy ma ünnepi a román katonaságot. Az 1944-es otti korszaknak a nevelését. Hogyha ünnepelünk így az öregek napját, ha már nem ma van hivatalosan az öregek világnapja, ugyanakkor, ha más ünnepli ezt a korszakot evére, még kéne gyászoljuk ezt ugyanis, azt nem mondták, hogy mikor végezett a holti korszaknak, éppen magával, holtival mi történt, ugyanis elrabolták őt és családját, aztán egy ausztriai vadászházban tartották fogva egészen a háború végéig. Valahogy egy kicsit gyásznak is ez számunkra, de maradjunk az öregek napjánál, hiszen azért vagyunk itt, hogy közösen megünnepeljük azt, amire összegyűltünk, és én arra kérem időseket, őszhajóakat, hogy amit megtehetik, az, ami bennünk van, és mi, ahogy a kisfiam is tanítsa, meg kéne tanuljuk azt a sok mindent, azt a bölcsességet leginkább, ami önökben van, ha bár lehet, hogy önök nem is tudják mindenkivel megkérdőjelezett, de bennem mi van? Mindenkivel van valami, amit mi meg kéne tanuljuk. Itt kellene szabály szerint egy fordulatot legyen ez a találkozó, hiszen azt kéne történjen, hogy egy darabig köszöntjük ki önöket, aztán önök egyenként egy-egy kedves történettel, vagy ez a hosszú sok év megélt történetéből kiragadni egy részt, és itt megosszák velünk azért, hogy mi is tanuljuk valamit, vagy ne vigyék el. Ezelőtt egy pár évvel volt egy olyan gondolat néhány fiatalban, hogy összegyűjtsük, összehívjuk a veteránokat. És úgy igazából nem azért, hogy most könyvet írjunk, vagy publikáljunk valamit, hanem csupán azért, mert látván minél, szóval inkább az, hogy minél kevesebb van belőlük, mármint veterán. Legalább egyszer hozzuk össze, hiszen a háború végeztével nagyon kevés alkalom volt, sőt, ahogy elmondták ők, nem is volt alkalom, hogy úgy egyben találkozzanak. Tudták azt egyenként, hogy XY a másik faluból, vagy a másik községből a katonatársa volt. Néha összefutottunk a malomban, kettén alatt a piacon, de akkor, mikor összegyűjtöttünk 40-50 embert a térségből, amennyi csak éppen lehetett, vagy amennyi adatunk volt, hogy igazából attól volt a megdöbbentő, hogy nem is tudtak egymásról, nem is tudták, hogy lehet, hogy egy fronton harcoltak, egy zászlóhajba, egy hadosztályba. És volt olyan is, aki ugyan nem éppen a Székelyföld határait védte, hanem nagyon korán hadifogságba esett, és elkerült az amerikai fogságba. Mindenki megosztotta az élményét, és ezt mi rögzítettük, és megmaradt. Ebből most készül egy kiadvány, egy könyv, és minden évben próbál megszervezni azt, hogy összehozzuk őket. Nagyon-nagyon rosszul látni azt, hogy a második alkalommal már alig egy néhányan gyűltünk már össze. És ezért lenne jó egy ilyen öregek napját is, nem hogy lenne jó, kell is dokumentálni, azért, hogy nézzük meg évről évre, hányan maradunk, és ha javasolnám, akkor egy
egy kedves történettel készüljenek az idősek, arról a korszakról, ami számukra esetleg kedves élmény volt, vagy arról, ami keserűség, bármi, a lényeg az lenne, hogy velünk megosztják. Én köszönöm szépen, hogy meghívtak, és további szép ünnepést kívánok. Mindenkinek éve most felkérném Nagy Adélt, a Packa Madarasi Kisgergely református diákot, református kollégiumi diákját, hogy egy kis mesét olvasson. Az öregember és a kokonc, Antoni de Mello népmeséje. Egyszer volt egy fösvény fiatalember, és annak a fösvény embernek volt egy fösvény felesége. És volt nekik egy öreg-öreg apjuk. Ez az öreg apjuk olyan öreg volt, hogy úgy reszketett a keze, hogy amikor a leves ette, amíg a kanálra a tányértól a szájához vitte, mind kireszketett a kezéből. Az abroszt is mind teleöntözte. Mikor a tányérból ki akart tölteni a kanálból a levest, a tányért is elejtette és eltörött. Ezért úgy megharagudott a fiatalasszony apjára, hogy nagyon. Rábírta a férjét, hogy az öreget csapjanak el a háztól, eleszték világgá, hogy ne csináljon annyi szerencsétlenséget nála. A fiatalember rá kellett szállni magát, mert az asszony annyit duruzsolt, hogy végül is meghalt az akarata előtt. Elmentek a városba és vettek két új pokrócot. Elhatározták, hogy a két pokrócot az öregnek a hátára teszik, és úgy indítják világgá. Akárhol elesteledik, az egyik pokrócot leteríti, és a másikkal takarózik, és úgy örökről. Amikor hazaértek, hát sem a férfi, sem a fiatalasszony nem tudta rávenni magát, hogy az öreget útnak ereszte. Volt nekik egy olyan hatesztendős forma fiú, azt mondta neki az apja, fia, itt ez a két pokróc, ügyesen össze vannak fogva. Mi elmegyünk mezőre dolgozni, és mikor te gondolod, hogy mi kint vagyunk a mezőn, akkor a pokrócot tedd a nagyapádnak a hátára, és fogd meg a kezét, vezess ki az utcára. Mondd meg neki, hogy le is jut fel, és úgy menjen világra. Többet hozzá ne jöjjön. Úgy is tettek a gyerekek. Amikor az apjáig elmentek hazulról, akkor gondolt egyet, és csak az egyik pokrócot vette elő. Azt rátette a nagyapjának a bálára, és kivezette az utcára, azt mondta neki, nagyapám maga, menjen akár les, akár fel, de többet ide nálunk haza ne jöjjön, mert magának itt nincs helye. Az öreg sírt egy kicsit, csak pokróccal a hátán elindult egy felé. Este hazajött az ember és az asszony a mezőről, és látják, hogy a pokróc ott van, néztek szemte, de az öreg még sehol sincs. Elé szólítják a fiúkat. Mi van a nagyapáddal? Hát úgy tettem, ahogy maguk mondták. Hogy? Rátettem a pokrócot a hátára, és megmutattam neki az utat, hogy menjen világra, és többet ne jöjjön haza, mert nincs rá szükség. Hát ez a pokróc, ami itt van, miért nem tetted azt is rá? Akkor egy kicsit állott a fiú, és azt mondja, tudja, miért nem tettem, édesapám? Eszembe jutott, hogy amikor maguk is megöregszenek, mint ahogy ő van, és utat kell adjam maguknak, akkor én ne kelljen, hogy egy pokrócot vegyek, ebben a pokróccal maguk is menjenek el. És ekkor összenézett az ember az asszonya, elszigyelték magukat és sírni kezdtek. Hamar kihozta az ember a lovat az istállóhoz rájuk, és 9. falu végén utolérte az öreget. Bocsánatot kért tőle, felültette a lóra, és úgy vezette kötőféknél fogva, amíg hazaértek. Hogy hazaértek, mindig az asztalhoz ültették, és a gyerekeket is így felították. És úgy nevelték, hogy tisztelje az öreget. Többet nem bántották, nem bántották, hogyha eltölte a tányért, vagy kiömlött a leves, vagy mi lesz, mi nem lesz, jó szemmel nézték az öreget. Tisztességesen éltek, és máig is élnek, ha meg nem haltak. Most pedig van a székelytájai egy-egy osztályosok, illetve az élő három osztályosoknak a kis műsora következik. Kérem, fogadják szeretettel, nőszeretettel készültek erre az ünnepségre, ha valahol megbotlanok, illetve elakadunk, ne vegyék készülni.
Vagy mamát, gyerekek, gyerekek, mi van ma veletek? Nem baszatok senki, csendben van mindenki, szemetet sem hagytok, ó, rendesek vagytok. Látjátok nagymamát, milyen jó unokák, ünneplőbe vannak, verseket szavarnak, minden nagymamának forró csokot adnak. Nagymamához menni nagyon szeretek, a bos kávévást polta szeretek. Csisman nála benne vannak, meg édesedik is az ő mosolyát. Nagymamának lenni mindig csodaszép, uzsonna után válj a hintaszép. Amíg ingatózva beszélek vele, mindig megsimogat, mindig olyan lágy a keze. Én a nagymamámat nagyon szeretem, mert csak szépet és jót ad mindig én nekem. Úgy köszönök el, ha megyek haza, a viszontlátásra drága nagymama. Thank you.
kemencsében cserélek, ami az évek során, és akkor Tihamira Picsáj Pál Gyarmán is a zongora kísérletével szerté teszi ezt a képeket. Köszönöm. Köszönöm szépen az iskolának és a közbitokosságnak a meghívót erre a mai napra.
kívánunk magunknak és a dájai időseknek, hogy sok számos évet éljenek még egészségben, beteljesülésekben, és örülhessenek a fiataloknak, akik tovább viszik azokat az álmokat, amelyeket mi valamikor megálmodtunk, és tovább viszik azt a nyelvet, amelyiken mi éltünk, gyerekkorunkat éltünk, és máig is használjuk, és még sokáig fogjuk használni, remélem. A dájai tájnyelvről írtam egy könyvet, arról a nyelvről, amelyet mi gyerekkorunkban beszéltünk, és egész életemben beszéltem és megfigyeltem, mint tanár, magyar tanár, mondjuk, hogy ez egy szakmai torzulás volt, de már gyerekkoromban rájöttem arra, hogy milyen csodálatos a nyelv, hogy mennyi tudományt lehet általa szeretni, az ősök mennyi tapasztalatát lehet megtanulni a segítségével, és hogy csodák is művelhetők, esetleg mese mondható, könyv írható, vers írható ezen a nyelven. A székely dal a tárnyelve terjed, és annak az értékei, a kincsei, erről szól ez a könyv, amelyhez a szavakat már 5. koromtól kezdtem gyűjteni, aztán tanárkoromban is felhasználtam, a Kányád iskolában és a Derzs iskolában, ahol tanultam, ott kitűztük célul, hogy átadományozzuk a népi tudást. Minden területen, nem csak a nyelvvel kapcsolatosan a gyerekeknek, hiszen az egy nagy érték, az kárulna felhagyni. És annak idején sok minden a feleségemmel és más tanár kollégákkal meg tudtuk valósítani ezen a téren, Kányádban is. Már elnézést, egy kis kitérő, de nagy-nagy örömmel hallgattam, hogy a polgármester úr milyen szépen beszélt a hajdani tanítvány, és nagy öröm számunkra, hogy nem csak ő természetesen, hanem még sok-sok tanítvány szépen használja azt a nyelvet, amelyet az őseink is használtak, és gyönyörűséggel használjuk érzéseik, gondolataik kifejezésére. Tehát igazából ez a könyv, amit én írtam, már egy múzeum, mert úgy már tájában sem használják ezt a nyelvet, de a múltunknak, és a falu múltjának ez egy fontos eleme az életünknek, egy olyan része, amit kárulna, hogy elveszten örökre. 3500 szót gyűjtöttem össze, ez nagyon sok, idáig tudtommal Székely faluból nem gyűjtöttek össze ennyi szót, és ennél jóval többet használtunk, nyilvánvaló, ennyit sikerült összegyűjteni, hiszen az ember öregedik, és az időnk nem végtelen, és nem csak ilyesmivel foglalkozunk, hanem még sok mindennel. Tehát ajánlom ezt a könyvet sok szeretettel a dájaiaknak, mindenkinek, és azt szeretném még elmondani, hogy hajdanában azt hitték, hogy ez a falusi nyelv, ez egy műveletlen dolog, ez egy olyan dolog, amit fel kell hagyni. Az iskolában is ezt tanították, tudom, mikor Udvarhelyre bekerültem a gimnáziumba például, annak idején kellemetlenségem is volt, és megaláztatásban is volt részem egy alkalommal, hogy ilyen falusiasan beszélt, ahogy tudtam én. Akkor. És de manapság nem ez a helyzet. Nem ítélik el a tájnyelv használatot, sőt, azt állítják azok, akik ehhez értenek, hogy színesebbé teszi a beszédünket, hogyha a tájnyelvet ismerjük. Hiszen nagyon boldog a tájnyelv, csak más, mint a köznyelv, vagy az irodalmi nyelv. Annyira színes, annyira kifejező. Sajnos, hogy kevésbé kerül be a magyar köznyelvbe a székely nyelvnek a különböző elemei, egy pár író által, Tamási, vagy Nyílő, vagy más írók által, igen, de még mindig kevésbé. Tehát ez a könyv arra is szolgálatna talán, hogy akik érdeklődnek a téma iránt, és nem akarják felhagyni ezt a tájnyelv tudásukat, akkor azok frissítessék fel, legyen tudatosabb. Szóval azt akarom mondani, hogy a tájnyelv, mi a tájnyelv? Tehát a tájnyelv az, hogy a magyar nyelvben különböző tájak szerint változatai alakultak ki. Tájegységeként a magyar nyelvterületen,
körülbelül 10 vagy 12 tájnyelven beszél. Tehát ennyire eltérőek a nyelvi változatok. Ezen kívül régióként, tehát kristályoként is vannak változatok. Így van. Tehát a székely tájnyelvnek vannak például, van egy ilyen változat, hogy udvarhelyszéki, és azon belül beszélhetünk a homorúdmenti tájnyelvről is. Tehát az a dája is a homorúdmenti tájnyelvhez tartozik, de amit tanulmányoztam, azt kimondottam, hogy a dájai tájnyelv, a dájában használtuk ezeket a szavakat, a dájában is használtuk, már nagyon sokat nem, de ajánlom a nagyszülőknek, hogy valahogy a származtassák át ezt a tudást a fiataloknak, mert tehát manapság nem szégyen tájnyelven beszélni. És aki tájnyelven beszél, az a lelkének is valami szépen megmutatót ad, és a gyerekeink is, hogyha ezt megtanulják, akkor jó lenne. Igen, nagyon szépen köszönöm a közbirtokosságnak, hogy segítettek a könyv kiadásában, és a Nagy Sándor úrnak, külbirtokosság előjárónak, aki kimondottam, akihez fordultam, hogy nem lehetne kiadni ezt az anyagot, hogy közkincsé tegyük, nem csak a dájak számára, hanem bárki számára, aki érdeklődik a székely tájnyelv iránt, és a nagy örömömre támogattak 100%-osan a könyv megjelentetését, és köszönöm szépen ezt a falunak és a közbirtokosságnak, a iskolának, hogy ide ma meghívtak, és akkor kihasználom az alkalmat, hogy az iskolának adjak hálából két megjelent könyvet, és akkor a táskámban vannak. A táskám. Nem kell igazából, persze, de hogyha nem hallatszik, akkor mikrofonhoz fordulhatok. Tehát nagy hálával ajánlok két könyvet a könyveimből a Székely Dája iskolának, ahol hajdan a nyelvvel és egyéb tudományokkal ismerkedtem a tanítónének annál. Az egyik a tájnyelvről, és a másik pedig dedikáltam, és a másik pedig a Székely Petni Valadák, amelyet akkor az iskolá tőlük is függ, hogy elődeim nyelve milyenné lesz utódaim bajokán. Nagy Viola, tanítónénének, aki a dájai gyerekeket okítja, neveli a jövőre. Tisztelettel, szeretettel. Még egyszer nagyon szépen köszönöm ezt is. Hát, még... Azzal a kérdéssel, hogy tanítsa meg a Valladákat a végig. Kívánok a dájai időseknek sok virulást is magam. És akkor záró, az ünnepség zárásaként megkérdezik, hogy a kicsátással köszöntsön bennünket. Helyi történelem,
hát hely történelmi jelleggel, ugye van kéne. Nem volt emberek drágába, úgyhogy mi is örvendünk, hogy ez sikerült. Gratulálunk is neked! Ezzel azt akarom, hogy kaptam Budapesten egy második díjat, egy pályázaton, egy rövidebb változat ért, és hát végül is második díj, gondoltam, hogy nem olyan nagy, második, mi az, hogy második. De ha arra gondolok, hogy 15 millió magyarból második, akkor már nagyocskas, hogyha azt is számítom, hogy a munka mekkora volt véle, akkor mégiscsak én valamit elöttem. Ennyi, köszönöm szépen. Nem járt a Rubinodat én itt akkor is, hogy egyedül versenyed, de csak második mellé kerül. Hát elég sok, bizony. Hát még ki, bocsánat, ki választani azt, hogy ezt találkozunk? Névről van, így legyen a Ferenc Jóskájéknak sok szeretettel. Hogy a kimátszik, hogy a kérmetelet bírja. Hogy a kérmetelet bírja. Hogy a kérmetelet bírja.